Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. A hatodik parancsolat egyszerű kellene, hogy legyen, ugyanis annyit tesz, ne ölj. Ez ugye második Mózes Semót 20-as és 13-as vers, ne ölj, még 5 Mózes 5, azaz Teberim 5-ösből a 17-es úgy szól, ne ölj. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a szó az eredetiben, ne ölj. Ez a héber szó. Strong's H7523, Ratzach, Ratzach, ami egy ige, és annyit tesz, hogy gyilkolni, vagy valakit megölni. De olyan gyilkosság elsősorban, amelyik előre megfontolt, vagy pedig véletlenszerű, vagy bosszúból, vagy pedig emberölés, ugye, ami szándékos emberölés és merénylet, gyilkosság. Az eredeti szó, illetve hát a Strong's definíciója a szónak az az, hogy valamit darabokra törni, megölni egy embert, különösképpen gyilkolni, és bárkit megölni. Ugye a Héber Kádeusi definíciója a szónak elsősorban az, hogy darabokra törni valamit, másodszorban ölni, és akár véletlenszerűen, vagy pedig bármit ugye darabokra törni, illetve gyilkolni. Ha megpróbáljuk megnézni a három karaktert, ugye a Resh, a Sadi és a Het, akkor nézzük, hogy mit tudunk meg úgy a szóról. Resh az első, ugye az embernek a fejét jelenti ez a karakter, az ember fejét ábrázolja, ami gondolatokat jelent, vagy a vezetőt jelenti. Az utolsó karakter a Het, ami egy kerítés, és ez elválasztást jelent, vagy pedig bármit, ami körülvesz valamit, illetve a feltámadást, a Sadi pedig egy utat jelent, ami akár vadászat, vagy üldözést, vagy pedig az igazak útját jelenti, mindenképpen egy utat jelent. Ha megnézzük, ez a darabokra tör, vagy gyilkol szó, ugye azt jelenti, hogy ez azt jelentheti ebben az értelmezésben, hogy az ember gondolatai, hiszen amit elkövet, ez a gondolatai kerítéssel veszik körbe, elkerítik az utat, az igaz utat, hiszen ezen jár annak a gondolatai, illetve ezt fogja megcselekedni. Nem véletlen, hogy a megváltó azt mondta, hogy amennyiben az ember arra is gondol, már akkor elkövette ezt a tettet, hiszen az ember gondolatai elkerítik ezáltal az igaz utat. Érdemes meglátogatni az első esetet, amikor erre sor került, hogy valaki előre megfontolt szándékkal gyilkolt, ez pedig 1 Mózes Peresít 4-es fejezet, természetesen Kain története, a 9-es vers így szól, és mondja Jahua Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrzője vagyok én az én atyám fiának. Mondta pedig Jahua, mit cselekedtél a te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről? Mostan azért átkozott légy a földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának vérét a te kezedből.
több érdekesség is van. Az egyik ugye az, hogy hazudott Ábel annak következtében, hogy gyilkosságot követett el. Tehát nem csak az a probléma természetesen, hogy maga a tett elítélendő, hanem a következményeként Kainnak hazudnia is kellett, ami egy újabb bűn, tehát a bűn bűnt követ. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy az ártatlan vére a teremtőnkhöz kiált, és bosszúért kiált, meg fogjuk látni azt, hogy mi is a következménye annak, azon kívül, hogy átkozottá tette Kain saját magát azáltal, amit cselekedett, de meg fogjuk látni a későbbiekben, hogy még milyen következményei vannak az ártatlan ember megölésének. 3 Mózes Vaikra 17-ben megtudhatjuk, hogy mire is szánta a Teremtő a vért, és ha valaki Izrael házából vagy a köztök tartózkodó jövevények közül valamiféle vért megeszik, kiontom haragomat az ellen, aki a vért megette, és kiírtam azt az ő népei közül. Ez elég egyértelmű felhívás, mert a testnek élete a vérben van, én pedig azt oltárra adtam néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Azért mondom Izrael fiainak, egy lélek se egyék vért közületek, a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért. Tehát ez mindenkire vonatkozik ez a szabály, és annyit tesz, hogy a vér az, ami engesztelést tesz, ad az ember bűneiért, ezért volt ez a rengeteg állatáldozat, illetve ezért kellett a későbbiekben a tökéletes áldozat Jehusá HaMásiák által. Erre utal a zsidókhoz írt levél 9-es fejezetében a 13-as vers, mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, tehát ugye az állat áldozat, és amikor a szövetségeket kötötték, akkor mindig történt állat áldozat, és a vér az, ami megszentelte úgymond a szövetséget, hiszen az élet a vérben van, és a vért adta a Teremtő, hogy engesztelést szerezzen, illetve ez az, amivel hitelesítik a szerződéseket, a szövetségeket. 14. Mennyivel inkább, ha másiáknak a vére, aki örökkévaló lélek Ruach által önmagát áldozta fel ártatlanul Elohimnek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, a bűntől, hogy szolgáljatok az élő Elohimnak. És ezért új szövetségnek a közben járója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségének ígéretét. Az ő vére ugyanúgy, ahogy a Tanákban, az Ótestamentumban az állatok vére elfedezte a bűnöket, Jehusá HaMásiák vére eltüntette azokat teljes mértékben, hiszen ez egy sokkal értékesebb áldozat volt, hiszen ő nem csak hogy egy ember volt, az ember fia, hanem bűntelen is volt az egész életében, így ez a vér képes volt eltörölni az összes bűn, nem csak elfedezni, ahogyan az állatvér a Tanákban, az úgynevezett Ótestamentumban. Úgyhogy ezért fontos az, hogy az a parancsolat, hogy ne ölj. Még egy vers ezzel kapcsolatban, 1 János, 1 Jehokanon, 1-es fejezet, 6-os vers, így szól. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, azaz bűnben élünk továbbra is, hazudunk, és nem az igazságot cselekszünk, az igazság ugye a mindenható szava, a tora, az instrukciók, és az a szerint való élet, a rendeletek, az a különböző ünnepek, és az étkezési parancsolatok mind az igazságot jelenti. De a 7-es az érdekes, most ha pedig a világosságban járunk, azaz a Tora, az instrukciókban járunk, úgy élünk, ahogyan a megváltó, amint ő maga a világosságban van, ugye mindenható az tény, közösségünk van egymással, és Jehusá HaMásiáknak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hiszen nem fogunk akarni bűnben élni, de nem csak, hogy nem fogunk akarni, hanem nem fogunk tudni, hiszen ez az igazi hit, aki nem jár
a bűnben, aki nem tud a bűnbe járni, hiszen ez a vér megtisztította. Nem az, aki mondja, nem arról van szó, hogy bármit lehet csinálni, és ez majd megtisztít mindentől. Arról van szó, hogy az megtisztított, és az ember nem akar bűnben élni. Ebbe beletartozik az összes parancsolat, nem csak azok, amelyeket mi kiválasztunk. A lényeg azonban az, hogy a vér az, ami megtisztít a bűntől. Példabeszédek Misli 6-os fejezet közli azt a 6, illetve hát 7 dolgot, amit Jahua gyűlöl. Nézzük meg, hogy mik ezek. Példabeszédek Misli 6, 16-os vers, így szó. E 6 dolgot gyűlöli Jahua, és 7 dolog utálat az ő lelkének. Érdemes ezeket észben tartani. A kevés szemek, ugye ez a büszkeség, a hazug nyelv, a hazugság, az ártatlan vért ontó kezek. Ártatlan mindaz, aki nem szegte meg azokat a törvényeket, amelyeket Jahua a teremtő halállal bünte. Mindazok, akik nem szegik meg azt a törvényt, és meghalnak, az mind-mind ártatlan vér. Az ő törvényei, az igazság, az a jogosság, ez az, ami szerint élnünk kellene. Mindaz ártatlanul hal meg. Úgyhogy, ha belegondolunk abba a több ezer, tízezer, millió emberbe, ember esetére, akik meghaltak a történelem során, a mindenféle háborúskodások következtében, és mind a mai napig halnak meg, ez mind-mind meg fogjuk nézni, hogy milyen következményekkel jár. Azonban érdemes észben tartani, hogy az ártatlan vér csak és kizárólag az azt kiontó halálával orvosolható. Az állok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között. 20-as, őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját és anyád tanítását el ne hagyd. Közsd azokat szíveden, mindenkor fűzd a nyakadba. Megerősíti azt a parancsolatot, amit az elején adott ártatlan vértontó kezek, az ugye ugyanaz, mint a maga a gyilkosság, illetve természetesen a hazugság és a hamis tanú az, amiket újra ismétel. Nem véletlen az, hogy mindazok a hamis istenség, azok az a báványok, amiket az emberek a történelem során kitaláltak maguknak, ugye amelyek ugyanoda vezetnek vissza az ellenséghez, Satánhoz, és az ő csoportjához, azokhoz, az angyalokhoz, amelyek nem tartották be az utasításokat, és az emberekkel szövetkeztek, azok ezt követelték. Zsoltárok Tehelim 106-os, 35-ös vers így szól, és feláldozák fiaikat és lányaikat az ördögöknek, ezeknek a hamis istenségeknek, báványoknak, és ártatlan vért ontának, fiaikat, lányaik vérét, akiket a Kánán báványainak áldoztak, és megfertőztetik a föld öldöklése, hiszen az ártatlanok vére, az ártatlanul meghaltak vére, az a teremtőhöz kiált fel, és csak úgy lehet orvosolni ezt a problémát, amennyiben meghal az, aki kiontotta ezt a vért. Ezért követelték ezek a báványok ezt. Ezek az istenségek ugye természetesen az ellenség, hiszen tudják pontosan, hogy hogyan lehet a legnagyobb káoszt okozni a Földön, és az pedig a legfontosabb és a legalapvetőbb parancsolatok megszegése, ami elsősorban ugye az úgymond 10 parancsolat. 39. Tisztátalanokká lőnek cselekedeteikben és paráznákká tetteikben. Nem véletlen az, hogy ha megnézzük a 10 parancsolatot, ahogyan mi élünk, szinte természetessé vált, hogy gyakorlatilag mindig mindenki megszegi minden nap egyfolytában az összeset, amennyiben nem tudatosan figyel az útra, hiszen a név használatával a szombatnapra elég gondol bárki is, hiszen szinte senki nem tartja be azokat, akkor a báványok, a különböző faragott dolgok, a szobrok, mindenhol az ember nem tud kilépni az utcára, hogy ne legyen egy jel, egy logó, egy kép, egy nyaklánc, bármi, mindenhol szobrok, minden utcasarkon, a háborúk során az ártatlan emberek
millióinak lemészárlása, a hazugság mindenhol, a tévében, minden, az összes, az egész világ úgy épül fel, hogy a legalapvetőbb parancsolatokat megszegik az emberek, ezáltal tisztátalanokká leszünk, és paráznákká, és megfertőztetik a Föld, és ennek következménye van, és a következménye az, hogy a Teremtő elfordul tőlünk, és amikor elfordul tőlünk, akkor az ellenség azonnal ott van. Ezért néz ki úgy a világ. Nem azért, mert ő büntet minket ezzel, hanem mi büntetjük saját magunkat azáltal, hogy nem járunk a parancsolatokban. És akkor nézzük meg, hogy hol is van ez pontosan, ez 1 Mózes Bereshit 9-es fejezet 4-es vers, így szól, csak a húst az őt megelevenítő vérrel meg ne egyétek, de a ti véreteket, amelyben van a ti éltetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek atyafiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Elohim a maga képére teremti az embert. Úgyhogy képzelj el mindenki azt a rengeteg háborúskodást, ami a történelem során zajlott és ma is zajlik. Azok a rengeteg ártatlan ember, aki meghal a világon, nem csak a fegyverektől, hanem az éhínség következtében, illetve az egyéb katasztrófák következtében, amelyeket azok, akik uralják és irányítják a világot, idéznek elő. Azt a sok vért mind-mind így lehet csak számon kérni, hogy az az ember, aki azt kiontotta, meg kell, hogy halljon egy másik ember által. Úgyhogy nem véletlen az, hogy az egész történelem tele van gyilkolással és halállal, hiszen ez az a rendszer, amit a Teremtő felállított. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Elohim a maga képére teremti az embert. Azonban nem csak úgy ölünk meg valakit, hogyha fizikálisan elpusztítjuk azt az embert, hiszen erről ír Ezekiel Jehezikája a 3-as fejezetben, ami így szól, a 17-es vers. Embernek fia, őrállóul adtalak én téged Izraeliasra házának, hogyha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben. Természetesen ez nem csak Izraelre vonatkozik, hanem mindenkire, hiszen a törvények ugyanúgy vonatkoztak Izraelre, mint ahogyan a jövevényre. Úgyhogy mi is az, amit ebből megtudunk? Őrállóul adott minket, akik értik a szavát, a Torát, az instrukcióit, a rendeléseket, a parancsolatokat. Mi vagyunk azok, akiknek figyelmeztetnünk kell a többi embert, azokat, akik próbálják járni az utat. Nem minden jött mentett az utcán, hanem azokról, akikről tudjuk, hogy az úton szeretnének járni, azokat figyelmeztessük. Mikor? Akkor, hogyha szót hallunk tőle, azaz mindent, amit nekünk elárul, minden, amit megértünk abból, hogy hogyan kellene élni a parancsolatok szerint, minden, amit mi tudunk, a többi embernek, aki szeretne az úton járni, kötelességünk elmondani ezt nekik. Miért is? 18. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak halálával halsz meg, és te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen, hiszen hogyha nem jár az úton, az út az ugye a Tora, a parancsolatok, ha nem jár az úton, akkor el fog pusztulni, ha nem most, akkor a második halálnál. Az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de a vérét a te kezedből kívánom meg. Tehát mindazok az emberek, akik rossz úton járnak, és mi tudjuk, és nem figyelmeztetjük őket valamilyen úton, módon, azok meghalnak, és az a vér a mi kezünkön fog száradni. De ha te megintetted a hitetlen, és ő meg nem tért a hitetlenségéből és gonosz útjáról, az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. Hiszen az az ember, amennyiben megtér, mi megmentettük az életét, még akkor is, ha meg fog halni természetesen a test ebben az életben, azonban a második haláltól megmentjük, és ezáltal megmentjük magunkat is. Amennyiben nem, abban az esetben azonban az a vér rajtunk szárad, ugyanúgy, mintha megöltük volna fizikálisan, úgyhogy nem csak fizikálisan öl meg az ember másokat, hanem ugye így úgymond spirituális értelemben is.
érdekes, hogy azt a szót használja, hogy hitetlennek, hogyha a hitetlent az ő gonosz útjáról, úgyhogy ez arra utal, hogy bárkit, akit mi úgy látunk, hogy nem így él, annak minnek az ember köteles szólni, illetve kötelességet figyelmezteni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy megyünk, mint mondjuk a Jehova tanúi, és mindenhova bekopogtatunk, de mindenképpen azok az emberek, akiket mi ismerünk, vagy olyan viszonyban vagyunk, vagy a helyzet úgy hozza, azoknak valamilyen úton, módon szólnunk kell. Ez a szó hitetlen egyébként az eredetiben, ha megnézzük, nem hitetlent jelent, hanem sokkal inkább gonoszt, bűnöst, és azt, aki ellenséges a teremtővel szemben, aki bűnt követ el, és a Strong's definíciója ennek a szónak az, aki morálisan romlott, vagy pedig egy rossz ember, természetesen Elohim parancsolatai szerint, aki bűnös, aki istentelen, igaztalan, és aki bűnt követ el, ugyanúgy a Héber kádosi lexikon azt írja, hogy gonosz, illetve igaztalan ez az ember, akire szó van, akire ez a szó vonatkozik, illetve bűnös. Ugyanúgy, ahogyan a szó eredete, ami nem más, mint Strong's H7561. Rasher. bűnt elkövetni, vagy pedig gonoszul cselekedni, bűnösként élni, úgy megnyilvánulni, ezt jelenti ez a szó. Érdekes az, hogy ez ugye a res, a shemeh és ez ayin, ami, hogyha megnézzük a res, ugye a fej, a gondolatok az embernek, az ayin az egy szem, ami annyit tesz, mint ugye az őrző, amiről Ezekiel írt, egy nézni vagy tudni valamit, a szemet jelképezi. Shamech pedig egy tüskét jelent, ami jelentheti azt is, hogy valami, ami átlyukaszt, vagy elvág valamit, vagy pedig a teremtőnek egy ilyen védő burka körülöttünk, ami védelmez minket, vagy amibe beleakad bármi, és ezt is jelenti. Azt jelentheti ugye, hogy az ember gondolatai, illetve az, amit néz, vagy amire gondol, amit tud, az állandóan azon jár, hogy hogyan tudja a másik embernek ezt a pajzsát átlyukasztani. Ugye ezt jelenti, vagy pedig egész egyszerűen annyit, hogy az ember gondolatai, és illetve amire az ember koncentrál, ugye amit néz, az azt eredményezi, hogy ő belegabajodik ebbe a bűnbe, amit előidézett, ezért ugye gonoszságot cselekedni a szó jelentése, ugye rasá. Valószínűleg ezért is ír Zsoltárok Tehelim 9-es fejezetben Dávid így a 11-es versben: azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet. Akkor ezek szerint mégiscsak fontos a név. Mert nem hagytad el, Jahua, akik keresnek téged. Aki keresi, az fogja megérteni, hogy mit akar, az fogja megismerni a nevét, az fog tudni, közel kerülni hozzá, lépésről lépésre, amennyiben jár az úton. 12. Zengjetek Jahuának, akik Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Ugyanúgy, ahogyan például a föld teremtése, vagy hogy milyen alakul a föld. 13. Azonban ez a lényeg, mert számon kéri a vért, a kiontott, ugye hozzáadott, a kiontott vért megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörül rajtam, Jahua, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölői miatt van, aki felemelsz engem halál kapuiból, hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Dávid mindig Jahuához fordult, amikor szeretett volna valamit elérni, vagy pedig reménytelen volt a helyzete, vagy pedig megköszönt valamit. Azonban a lényeg az, hogy számon kéri a kiontott vért, és megemlékezik azokról, akik ártatlanul haltak meg. Ez az, amiről Dávid is ír a 9-es Zsoltárban.
Érdekes módon úgy tűnik, hogy nem csak azok, akik izraeliták voltak, tudtak erről, hiszen Jónás, Jóna egyes fejezetben így ír a 14-es versben, kiáltának azért Jahuához, és mondák, kérünk, Jahua, kérünk, ne vesszünk el ez ember lelkért, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert te, Jahua, úgy cselekedtél, amint akartad. Ezek ugye a pogányok, akik a hajón tartózkodtak Jónával együtt, és utaztak Tarsisba, mielőtt a tengerbe dobták, és felragadták Jónát, Jónást, és bevetik őt a tengerbe, és megszűnik a tenger az ő háborgásától. Ugye ők is tisztában voltak azzal, hogy amennyiben ártatlan vért ontanak, akkor az rájuk fog szállni, és azért ők lesznek felelősek. Ezért mondták azt, hogy ne hárítsa ezt rájuk, hiszen Jóna akarta, hogy őt bedobják a tengerbe, és ő volt az oka, ugye, hiszen pontosan ezt akarta Jahua, hogy Jóna a tengerbe kerüljön. Azonban a lényeg az, hogy ezzel tisztában voltak még azok a pogányok is, akik hajón utaztak, ezért kérték Jahuát, hogy ne hárítsa rájuk az ő vérét. Érdekesség az is, hogy ugye szó szerint nem lett volna, nem járt volna ez az egész művelet vérrel, úgyhogy egyértelmű az, hogy nem csak a vérontásról van szó, bármilyen gyilkosságról, előre megfontolt szándékból, illetve, ahogyan láttuk ez Ezékielben, amennyiben spirituálisan valakinek a halálát okozunk, az is ránk fog szállni a végén. Jelenések könyve, Hégalú 6-os fejezet, szintén az ártatlan vérről szól, és ez pedig a 9-es vers így szól, és mikor felnyitott az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek Elohim beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. Tehát nem csak a Jahusha Hamásiákba vetett hitről volt szó, hanem Elohim parancsolatairól is. Ezek azok, akik megöletnek a nagy nyomorúság idején, és kiáltanák nagy szóval, mondván, Jahua, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Hiszen ezek az emberek ártatlanul lesznek, illetve ártatlanul vannak elpusztítva. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atya fiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amiknek ők is megölettek. Tehát ártatlanul meghalnak, és Jahua az, aki bosszút áll majd az ő vérükért, hiszen ártatlan vért ontanak a földön. Most is ezt tették, és a jövőben is ez lesz. Azonban ez azokról szól, akik Jahua beszédért és a bizonyságtételért meghalnak. Érdekes az, amit Jeremiás a 26-os fejezetben, Jeremiáhu 26-os fejezetben ír. Ez pedig így szól, 14-es, és én magam pedig ímé kezetekben vagyok, cselekedjetek velem, amint jónak és amint helyesnek tetszik néktek. Természetesen ez ugye azután, hogy figyelmeztette őket, ahogyan Ezékiel parancsolja, hogy figyelmeztesse a gonoszt, és ahogy az összes proféta tette, figyelmeztette őket, és ez nem tetszett neki. 15. De jól tudjátok meg, hogy ha megöltök engem, ártatlan vér száll ti reátok, és e városra, és ennek lakosaira, mert bizony Jahua küldött el engem hozzátok, hogy a ti füleitekben mondjam minde szókat. Tehát ő azt csinálja, amire Ezékiel a 3-as fejezetben, illetve a 33-asban is figyelmeztet minket, hogy figyelmeztessük az embereket, amennyiben rossz úton járnak. Azonban, ha megölik, akkor ártatlan vér száll rájuk. Nem csak azokra, akik megölték, hanem a városra és annak lakosaira is. Úgyhogy, hogyan is nézhet ki a világ ma, amennyiben ez így működött akkor, hogy egy ártatlan ember emberért felelős egy város és annak lakosai, mi történhet ma azok az összes gyilkosságok és háborúk és emberölés, ami a Földön zajlik, elég csak a Közel-Keletre gondolni, amibe beleegyeznek mindazok, akik abban valamilyen módon részt vesznek. Hogyha ez így működött itt, akkor vajon milyen következményekkel jár az,
ami ma történik a világban. 16. És mondák azok a fejedelmek, és az egész község a papoknak és profétáknak, nem méltó ez az ember a halára, mert Jehuának a mi hatalmasságunknak nevében szólt nékünk. Tehát még azok az elvetemült emberek, akik akkor Jeruzsálemben éltek, sem merték megölni Jeremiást, hiszen tudták, hogy mi ennek a következménye. Máté Matiyahu 27-es fejezetben szintén arról van szó, hogy valaki nem közvetlenül gyilkolt, hanem közvetve, ez pedig természetesen Jehuda Judás 3-as vers, így szóval akkor látván Judás, aki elárulta őt, hogy elítélték őt, megbánt a dolgát, visszavívja a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Úgyhogy ő természetesen nem is ölt meg senkit közvetlenül, azonban a cselekedetei ahhoz vezettek, hogy ez az ember meghalt. Úgyhogy látjuk azt, hogy onnantól, hogy valaki előre megfontolt szándékkal megöl valakit, azon át, hogy valaki ugye, mint Júdás részt vesz, egészen odáig, hogy spirituális szinten valaki megöl valakit úgy, hogy félrevezet, vagy akár úgy, hogy csak hagyja, hogy rossz úton járjon, az mind-mind ebbe a kategóriába tartozik. És ugye ők azt mondják, hogy mi közünk hozzá, te lássad, ő pedig eldobván a pénzeket, a templomban eltávozik, és elmemén felakasztá magát. Hiszen az ártatlan vért Jahua megköveteli azon, aki azért felelős. És ugyanebben a fejezetben érdekes módon Matityahu Máté 27-es fejezetben így szól a 23-as vers, a helytartó pedig mondta, mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak valamondván, feszítessék meg. Ez ugye természetesen Jehusák a másiákról szól. Pilátus pedig látván, hogy semmit sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vejvén, megmosák kezeit a sokaság előtt, mondván ártatlan vagyok, ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. Azaz tudta, hogy mi a következménye annak, hogyha részt vesz egy ártatlan megölésében. Még egy pogány római is tisztában volt azzal, hogy mi ennek a következménye. Azonban a sokaság, és felelvén az egész nép mondva, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon legyen. Azonban a népet nem érdekelte, ennyire megáltalkodott volt abban az időben Jehuda, azaz Júda, akik Jeruzsálemben éltek, ugye a déli királyság, akik még megmaradtak, Jehuda, Benjamin és Lévinek egy része, akik idézőjelben zsidóknak hívnak. Szóval az a lényeg, hogy Pilátus elkerülte azt, hogy ő felelősséget tartozzon Jehusák HaMásiák haláláért, a népet azonban nem érdekelt, és azt mondták, hogy rajtuk legyen, és az ő magzataikon pontosan az történt, amit ők vállaltak. Ugye a történelem során ez kiderült. Természetesen nem arra gondolok a Khazar Ashkenazi zsidókra, akik ott élnek most, hanem az eredeti izraelitákra. Akkor nézzük meg, hogy hogyan is alakul részletesebben ez a törvénykezés, az ne ölje kapcsolatban. Ez második Mózes Semot 21-es, egy fejezettel ugye a 10 parancsolat után. 12-es vers így szó, aki úgy megver valakit, hogy meghal, halállal lakoljon. Ugye, aki megver valakit, ez egyértelmű, az halált érdemelt. De ha nem leselkedett, hanem Elohim ejtette kezébe, úgy helyet rendelek néked, ahová meneküljön. Ha pedig valaki szándékosan tör fele barátja ellen, hogy azt orvul megölje, oltáromtól is elvidd azt a halára. Ugye, aki véletlenül öl meg valakit, az annak azután ítéletet kap, és ezért menekül el a városokba, amit kijelöltek neki. Ez ugye egy speciális eset. Azonban, ha valaki szándékosan megöl valakit, az előre megfontolt szándéka, azt még az oltártól is elviszi a halálra, ugye bárki is legyen az. Aki megveri az ő atyát vagy anyját, halállal lakoljon, aki embert lop, elragadja azt, hogy kezében kapják, halállal lakoljon. És
18-as érdekes is, ha férfiak összevesznek, és megüti valaki az ő fele barátját kővel vagy öklével, és nem hal meg, hanem ágyba esik, ha felkél és mankóján kín jár, ne legyen büntetve az, aki megütötte, csupán fekvéséért fizessen és gyógyítassa meg. Ugye kárpótolja azt, akit megütött. Ha pedig valaki úgy íti meg szolgálat vagy szolgálat botta, hogy az meghal a keze alatt, büntettessék meg. De ha egy vagy két nap életben marad, ne büntettessék meg, mert pénz ára az. Tehát a szolgálót sem lehetett büntetés nélkül megölni. 22. Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt úgy, hogy idő előtt szül, de veszedelem nem történik, tehát nem hal meg a egyikőjük sem, az asszony vagy a gyermek, bírságot fizessen a szerint, amint az asszony férje azt rá kiveti, de bírák előtt fizessen. Tehát a bíró hagyja jóvá a büntetést, amit a férj kiszabott, de ha veszedelem történik, akkor életért életet adj. Tehát amennyiben vagy az anya, vagy a gyermek, vagy mindkettő meghal, akkor aki meglökte, vagy ebben részt vett ebben a balesetben, az életet életért ad. Szemet szemért, fogad fogad, kezed kézért, lábat lábért. Égetést égetés, és sebet sebért, kéket kékért, azaz úgy fizet meg az ember, ahogyan kárt okozott. 28-as. Ugyanitt, ha férfit vagy asszonyt öklel meg egy ökör, úgy, hogy meghal, kővel kövesztessék meg az ökör, és húsát meg ne egyék, de az ökörnek ura ártatlan. Azonban, ha az ökör azelőtt is öklelős volt, és annak urát megintették, és mégsem őrizte azt, és férfit vagy asszonyt ölt meg, az ökör kövesztessék meg, és az ura is halállal lakoljon. Tehát azért a felelőtlenségért, hogy nem tartotta vissza az állatát, azért ő fizet az életével. 4 Mózes Bamidbar 35-ös tovább részletezi ezt a gyilkosság kérdés 16-os vers, de ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az halállal lakoljon, ugyanígy a kő esetében, ugyanígy faeszközzel, melytől meghalhat, szintén gyilkos lesz. A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost, mihelyt találkozik vele, ölje meg azt. Tehát az, aki rokona annak, aki meghalt, az köteles megölni a gyilkost. Hogyha gyűlölségből taszítja meg őt, vagy szánt szándékkal úgy hajít valamit rá, hogy meghal, vagy ellenségeskedésből kezével úgy üti meg azt, hogy meghal, halállal lakoljon az, aki ütötte. Gyilkos az, vérbosszuló rokon ölje meg azt a gyilkost, mihelyt találkozik vele. Ugye ez mind-mind arról szól, amennyiben az ember vagy fegyvere, vagy pedig előre eltervezve szándékosan megöl valakit. Azonban, ha hirtelenségből, ellenségeskedés nélkül taszítja meg őt, azaz, vagy nem szánt szándékból hajít rá akármilyen eszközt, vagy követ, melytől meghalhat, úgy ejt valakire, akit nem látott, hogy meghal, holott nem volt az ő ellensége, se nem kereste annak vesztét, akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütő között és a vérbosszuló rokon között e törvények szerint. Tehát amennyiben véletlenül bármi módon az ember valakinek a halálát okozza, akkor a gyülekezet az, aki megítéli azt. És pedig így, mentse ki a gyülekezet a gyilkost a vérbosszuló rokonnak kezéből, küldje vissza azt a gyülekezet a menedékvárosban, menedékvárosról volt szó, kijelöltek városokat, ahová nem mehetett a vérbosszuló rokon, és ahol biztonságban élhetett az, aki véletlenül embertől. Amelybe szaladott vala, és lakozzék abban, amíg a főpap meghal, aki felkenedett szent olajjal. Ugye a főpap, az akkori főpap haláláig ott kellett, hogy éljen. Ha pedig kimegy a gyilkos az ő menedékvárosának határából, melybe szaladott, ugye ott már megölheti a hogyha elhagyja ezt a várost, ott megölheti a vérbosszuló rokon úgy, hogy következmények nélkül. Azonban ugye a pap haláláig ott kell laknia a menedék városban, 28-as vers. Ugye ezek azok a rendelések, amik erre vonatkozik. 30-as, ha valaki megöl valakit, tanúk szavára gyilkolják meg a gyilkost. Egy tanú nem elég senkinek ahhoz, hogy meghaljon. Az olyan gyilkos életét pedig ne vegyetek el váltságot, aki halálra való gonosz, hanem halállal lakoljon meg. Nem lehet azt, aki halálos bűnt követett el, megváltani, hanem meg kell, hogy haljon.
Attól se vegyetek váltságot, aki az ő menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen, és otthon lakozzék a főpap haláláig. Aki, ugye, a menedékvárosba kényszerül, mert véletlenül megölt valakit, az nem válthatja meg magát semmiféle értékkel, vagy bármilyen dologgal, hogy kijöhessen onnan, és ne ott kelljen élni addig, amíg a főpap meghal. Tehát ezek a törvények nem megválthatók semmiféle módon. Azért, hogy meg ne fertőztessétek a földet, amelyben lesztek, mert a vér az megfertőzteti a földet, és a földnek nem szerezhető engesztelés a vér miatt, amely kiontatott azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt. Ugyanazt, amit elmondott egy Mózes Bereshitben, hogy a kiontott vér követeli majd azon, aki azt kiontotta, ugyanazt mondja most is, megfertőzteti a földet a gyilkosság. Ezért probléma az, ami ma történik a világban. Az a rengeteg ártatlan ember, aki értelmetlenül hal meg ilyen-olyan módon, az mind, az a vér mind-mind bosszúért kiáll. És annak az megfertőzteti a földet, és bűnben él mindenki ezáltal, aki ott él. Ne tisztátalanítsd meg azért azt a földet, amelyben laktok, amelyben én is lakozom, mert én Jahua, Jasara Izrael fiai között lakozom. Úgyhogy megfertőzteti a földet a gyilkosság és ez a rengeteg emberülés, ami ma a földön történik. Így, ha a földet fertőzteti meg mindenki, aki azon él, ezáltal megfertőzhetik. Nem csak az, aki kiontotta azt a vért, mindaz, aki tud róla, mindaz, aki ilyen vagy olyan módon részt vett benne. 5 Mózes Deberim 19 szintén erről beszél részletesen, úgyhogy ezt, akit érdekel, olvasgassa át, az egész fejezet erről szól, nagyjából ugyanezt mondja el, néhány extra dolgot tesz hozzá csupán ehhez, és érdekes az a 21-es, hogy ne nézz rá szánalom a lelket, lélekért, szemed szemért, fogad fogért, kezed kézért, lábad lábért. Valószínűleg mindenki jól ismeri Mátéjahu 19-es fejezet 17-es, ugye amikor megkérdezik tőle Jahusak a másiáktól, a megváltótól, hogy mi, hogyan is lehet örök élete valakinek. Ő pedig mondanék, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy Elohim. Ha pedig be akarsz menni az életet, tartsd meg a parancsolatokat. Elohimről beszél, és azt mondja, hogy tartsd meg a parancsolatokat. Mindet, nem amelyiket szeretnéd, vagy amelyiket gondolod, vagy amelyik az erkölcsi parancsolat, vagy amelyiket nem törölte el Pál, mindet. Nem mondja azt, hogy ez vagy azt. Mondja neki, melyeket? Jahusa pedig mondja, ezeket ne ölj, tehát megerősíti újra a 10 parancsot, ne paráznák, hogy ne lopj hamis tanúbizonyságot, ne tégy tisztel atyára, tanyárat, és szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Ugye a szeretet maga a parancsolatok betartása. A lényeg az, hogy az Ó és Új Szövetség ugyanazt mondja. Márk 7-es fejezetben Jahusa HaMásiák megerősíti azt, amiről már szó volt, hogy nem csak a fizikális gyilkosság, vagy pedig az, amennyiben mi hozzájárulunk valakinek a halálhoz, hanem ugyanúgy a spirituális értelemben is létezik gyilkosság, amennyiben mi úgy gondolkodunk, úgy beszélünk, vagy nem figyelmeztetjük természetesen a társainkat. 20-as vers, így szól, ami az emberből jő, ki az fertőzteti meg az embert? Ugye, amit mond, hiszen az a gondolatai, mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok. Az ember azt mondja, ami a szívéből jön, azt cselekszi, ami a szívéből jön. És mik is ezek? Házasságtörések, paráznoságok, gyilkosságok, lopások, tehetetlenségek, gonoszságok, ugye törvénytelenség, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, irítség, káromlás, kevésség, ugye büszkeség, bolondság, ugye az, aki nem hisz, az a bolond. Mindezek a gonoszságok, törvénytelenségek belülről jönnek ki, és így fertőztetik meg az embert, hiszen az ember így gondolkodik utána, így cselekszik, így beszél. Ezért fertőzteti meg magát, hiszen az ember szívéből jön az, amit cselekszik, amit mond, vagy amit gondol. Ugyanezt
erősíti meg János Jehukanon 8-as fejezetben a 43-as vers, szintén Jehusak ha másiak. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Azért nem érti a legtöbb ember, mert nem figyel, mert nem akarja érteni azt, amiről szó van. Megvan az elképzelése, és azt szeretné, annak az igazolását szeretné látni az írásban. Ti, és ezek az emberek az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni, ami a test kívánsága, mindazok a dolgok, amiket a test akar. Ő emberölő volt a kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság, mikor hazugságot szól, sajátjából szól, mert hazug, és a hazugság atya. Sokkal több van ebben az egy versben, mint ami látszik, de az emberölő ugye maga az ellenség, hiszen amit a kertben csinált, ahogyan átverte az emberpárt, az által ugye a halál belépett az ember életébe. Tehát ő sem ölt meg senkit fizikálisan vagy közvetlenül, azonban közvetve rengeteg ember halálát okozta, és folyamatosan okozza a hazugságai által. Ezért néz ki úgy a világ, ahogy kinéz, hiszen ő az, aki irányítja a hazugságok által. Ezért minden hazugság, nem csak ez, nem csak az, nem csak néhány dolog, bizonyos dolog, minden hazugság, amit a világról tudunk, ami az úgymond hivatalos álláspont, vagy amit a közvélemény gondol. Minden hazugság, hiszen az ellenség az, aki irányítja, és ő, amikor hazugságot szól, a sajátját mondja, hiszen ő a hazugság atya. Ezáltal pedig emberölő, hiszen átverte az emberpárt, és azóta rengeteg más embert, úgyhogy nem kell valakinek fizikálisan megölni valakit ahhoz, hogy emberölő legyen. Elég, ha csak téves információt adunk valakinek, vagy részinformációt, vagy elferdítjük az igazságot. János, 1 János, 1 Jehukanon 3-as fejezet ugyanerről beszél, mint mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életre, Jehusák ha másiák áldozata által, hogy elfogadtuk azt, ezáltal élünk újra. Nem ebben az életben, hanem a következőben természetesen. Mert szeretjük a mi atyánk fejét. Miért? Azért szeretjük, mert úgy cselekszünk, ahogyan Jehua a törvényeiben, a Torában, az instrukcióiban meghatározta azt. Aki nem szereti az atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. És tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az elegendő ahhoz, hogy gyilkossá váljon. Hiszen annak a gondolatai azok olyanok, és megfertőzik az egész testét, az egész életét, lényét, átjárják ezek a gondolatok. Azonban a gondolat is elég, hiszen ha az ember tudná megtenni, épp ezért mondja azt, hogy aki gyűlöli, az elegendő ahhoz, hogy gyilkos legyen. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az, ő életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiai. Ahogy anyja húsán, ha másiák tette azt. Végezető pedig jelenések könyve Hígalú 22-es fejezet, mely így ír, ha már a gyilkosságnál tartunk, most, hogy tudjuk, hogy a gyilkosság egyrészt ugye a tényleges gyilkosság, mindazok, akik emberéletet kioltanak fizikálisan, de ugyanúgy, aki cselekedeteivel hozzájárul ehhez, tudtán, tudatosan, vagy pedig spirituális értelemben, de ugyanúgy, aki félrevezet valakit, aminek az a következménye, hogy spirituálisan az az ember meghaljon, ez mind-mind ide tartozik. Jelenések könyve így ír a 14-es fejezetben, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Hiszen akik megtartják a parancsolatot, azok nem keverednek ilyen problémába, hiszen aki a parancsolatok szerint él, az biztonságban van, az szabad, az azt csinál, amit akar, mindaddig, amíg a parancsolatok szerint él. És a parancsolatok egyáltalán nem korlátoznak az ember életét, és semmiféle negatív hatásra nincsenek arra. Ezért boldogok azok, akik megtartják, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Hiszen az élet fája az a célunk az életben, hogy visszatérünk oda, ahonnan elindultunk. Azonban ez fegyelmet igényel, alázatot, engedelmességet és a parancsolatok követését. Ezek azok, akik eljutnak. De kinn maradnak az ebek, bűbájosok,
paráznák és a gyilkosok, a báványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugság. Úgyhogy bizonyos dolgok még mindig ugyanúgy, mint eddig, érvényben vannak, ezek pedig az ő parancsolatai, Jahua parancsolatai, és mindazok, akik nem szerint élnek, azok nem fognak eljutni oda, ahova mindannyian szeretnék. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és ezt gondoltam fontosnak azzal kapcsolatban, hogy ne ölj. Mindezek a dolgok, amikkel tisztában vagyunk, amiket tudunk, azok fontosak, hiszen minden cselekedetünknek, mondatunknak következményei vannak, és az egyetlen módja, hogy valakinek halált okozzuk, hogyha fizikálisan elpusztítjuk, hiszen van egy spirituális aspektusa ennek, és épp ezért, aki a parancsolatok megismerésére törekszik, és azután abban szeretne járni, és abban jár, az mind-mind biztonságban van. És ez kellene, hogy legyen mindannyiunknak a célja. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!